A hagyományokhoz híven gólyahetet tartottak a szekszárdi Garai János gimnáziumban. A program során a 9-es tanulóknak többek között megadott öltözékben, sapkában, úszószemüvegben és gumicsizmában kellett iskolába menniük. Továbbá különböző humoros ügyességi feladatokat teljesítettek. 6:45-re kellett bejönnünk ilyen elég különleges ruhában, és akkor reggel megtornáztatnak minket, megetetnek minket, de nem jó kajákkal, és utána kezdődik a nap, és ott tanulunk, aztán délután most is van ez a verseny. A gólya hét 3 napot foglalt magába, a 9-esek közben pontokat gyűjthettek. A legjobban teljesítő osztály tortát nyert. A pontszerzést egyébként már augusztusban elkezdték a tanulók a gólyatáborban. Domboriban volt a gólyatáborunk, augusztus 16-18-ig, 3 nap, 2 éjszaka volt. Az első nap nagyon jó volt, csütörtök nap, jó időnk volt, viszont második nap az első elég elmos az egész tábort, és sátoroztunk, szóval az nagy hátrány volt, de a jó szervezésnek köszönhetően a programok így is jól tudtak menni. Tehát az első nem befolyásolta a programokat. Menj már le! Sárom, nem győztél meg! Ha számításaim helyesek, és mindig azok, akkor legyen tudékül is mód az ölelkedés. Hát jó! A rendezvény sorozat utolsó napján a gólyáknak egy színdarabot kellett előadniuk, amit a 6-tagú zsűri pontozott. Ezt követően pedig eskütétel, majd gólyatánc kezdődött. Nagyon jó hagyomány, és nem csak a gólyák élvezik ezt, hanem a többi diák is, aki ide jár, mert láthatják a színdarabjaikat, a táncaikat, és ugyanúgy részesei lehetnek ezeknek a programoknak, és ez is egy csapat összetartási jelképe szerintem. Horváth Adél elmondta, a hét legfőbb célja a közösség formálás, így az újonnan érkezett diákok megismerhetik egymást, és az iskolát egyaránt.